Szakmai zsűri előtt kell bizonyítania azoknak a fiataloknak, akik megpályázzák a Fehérvár hangja címet. Péli Barna a verseny egyik arca is a zsűri elnöke. Rajta kívül Kelemen Angelika jazz énekesnő, Vörös Tamás jazz előadó művész, és Quintus Konrád a Vörös Marti Színház igazgató helyettese előtt kell megmutatniuk a fiataloknak tehetségüket. Péli Barna szerint nagyon fontos, hogy a fiatalok megmutathassák, mire élik bennük. Mindegyik versenyt ugyanazt várom Magyarországon, az, hogy egy olyan fórumot biztosít a fiataloknak, ahol meg tudják önmagukat mutatni, és gyönyörködni tudják a többieket, illetve rá tudnak jönni arra, hogy ők igazából hogyan tudnak viselkedni színpadon. A célközönség életkorának megfelelő kampányt indítanak a szervezők. Legmodernebb arculatú elemeket alkalmazunk, Facebook kampányt folytatunk, ott is a legmodernebb alkalmazásokkal, egy teljesen újvonalú Amerikából ide importált weboldalt, dizájnt csináltunk az egész eseményhez. Helyi szinten is működhet egy tehetségkutató verseny, mely akár közösségformáló erővel is bírhat, mondja Mészáros Attila, a média tanács elnöke. A rendezvényről annyit kell tudni, hogy hasonló módon zajlik majd, mint az országos csatornákon lehetett látni, tehát jelentkezéssel lehet részt venni a Fehérvár hangján 14 és 25 év közötti Székesfehérváron élő vagy itt tanuló fiatalok jelentkezését várjuk, pop, rock, jazz és musical műfajokban. Székesfehérvár polgármestere szerint a város egyik feladata a tehetséggondozás. Cserpalkovics András úgy véli, a város ezzel a versennyel el tudja indítani a fiatalokat a hírnév felé vezető úton. A tehetségektől egy valamit fogunk kérni mi, mint város, hogy utána legyenek büszkék arra, hogy ők fehérváriak, hogy egy fehérvári versenyen nyílhattak ki, a tehetségüket megmutathatták. A Fehérvár hangja főszervezője a Fehérvár Média Centrum. A cég kreatív vezetője Tomek Noémi szerint egy ilyen volumenű projekthez elengedhetetlen a csapatmunka. Szerencsére olyan csapattal fogunk együtt dolgozni, részint ugye a saját kollégákkal, a Médiacentrum különböző felületen és különböző tartalmi kérdéseiben dolgozó kollégákkal, a Karma Kreatív Stúdióval, akik szintén nagyon komoly rendezvényszervezési tapasztalatokkal rendelkeznek. Természetesen segít nekünk a Város és az Önkormányzati Kommunikációs Központ minden munkatársa, és természetesen a Vörös Marti Színház, akiknek a tapasztalatára még számítunk. A Médiacentrum izgalmas kihívás elé tekint, mondja Nyers Krisztina, szakmai igazgató. Először rukkol ki a Fehérvár Média Centrum ezzel a lehetőséggel, és mind a négy média felületével részt fog venni a rendezvénysorozaton, és természetesen fő támogatója is lesz az egész rendezvénynek. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség és izgalmas lehetőség előtt állunk. A 14 és 25 év közötti Fehérváron élő vagy tanuló fiatalok a verseny honlapjáról a www.fehérvárhangja.hu weboldalról letöltött jelentkezési lap segítségével jelentkezhetnek augusztus 21-től egészen szeptember 30-áig.